A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép napot kívánok, itt vagyunk 1997-ben. Ekkor volt sláger az Emergency House-tól a nyakigér a Holiday. A Holiday biztosan nyakigért, de a szülők adósága is, főleg iskola kezdéskor. Kissé megnehezült a papírboltok helyzete. Most, hogy nagyon sokféle iskolarendszer működik Magyarországon, a boltok már nem tudnak előre felkészülni összeállított tanszercsomagokkal. A székesfehérvári főutcai papírbolt vezetője szerint a régi iskolarendszer eltűnése óta a papírboltoknak is másképpen kell kezdeniük az új tanévet. Általában iskolai füzetekből állítunk össze egységcsomagokat, mert a többi szükséges tanszereket mindig az iskolák adják meg, pedagógusok kívánsága szerint. Jönnek a szülők a listával, és annak alapján állítjuk össze. Igyekszünk azokat az áruféleségeket beszerezni, amit úgy általában tudjuk, hogy egy első osztályosnak vagy felső osztályosnak szükséges. Birkhoffer Lászlóné szerint a másik komoly probléma, ami főként az első osztályos gyerekek szüleit érinti, hogy a tanszerek ára folyamatosan emelkedik. A füzetek, íróeszközök beszerzése tehát már maga is komoly érvágás a családoknak, és ehhez szeptemberben még a tankönyvek ára is hozzájön. Sajnos nagyon hamar összejönnek az 5-6 ezer forintok, de akkor jó formánában még táska se nagyon van. Aki iskola táskát vesz, hát van, amikor 10 ezer forintot is fizet. Az üzletvezető elmondta, a bolt dolgozói nem félnek a tanévelei rohamtól. Változhatott az iskolarendszer, változhatott az árukínálat, de a papírboltosok felkészültsége és rutinja ma is a régi. Ez volt már az 1 perc retro. Nem sokára ismét találkozunk valahol a múltban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.